Én volt esélyem az elején ott, még a hajó belsőjében elkezdtem azért kapkodni, amikor rájöttem, hogy a telefon elromlott. És ugyebár nagyon határon mozgott az, hogy éppen működik a dolog, vagy éppen nem, és persze kellett hozzá a hullám is, meg a természet, meg nagyon sok minden, de alapvetően tennem kellett magamért, és ez viszont egy hihetetlen jó felismerés, hogy nem csak így olvasni róla, hogy persze ez így van, igaz, hanem ezt így megtapasztalni élesbe, nem félremagyarázható körülmények között, tiszta tudattal, tudod, és így, és ez egy ilyen, ez egy nagyon, nagyon értékes dolog, és én pont ezt imádom az előadásokban, meg ezért írtam ebből az egész útból egy könyvet, és annó, hogy ezt csak egy milliómod részét, meg csak minden ezer emberből egynek oda lehet adni, hogy egy kicsit talán pluszba kritikus helyzetbe tud erre támaszkodni, akkor azt mondom, hogy nagyon is megérte, hogy én oda kimentem, és kockáztattam az életemet, és minden is. És innentől fantasztikus ez, hogy bár ez nem is ez a könyv, ez a harmadik könyv, amit te olvastál, és ami miatt mi itt találkoztunk, de ugyebár azt is áthatja ez a gondolatmenet, és akkor érted, mégiscsak van ennek hatása, és akkor írtó jó, hogy ebbe, ezt így tudni, hogy én ott nem véletlenül küzdöttem, hanem hogy így, hanem ez így megy tovább, és majd a te könyved meg még inspirál, még x embert, és utána az még tovább megy, és még tovább megy, és akkor így jó, így az egész. Tehát így értelmet kap így az egész. Abszolút, egyébként én is úgy érzem itt most párhuzamot vonva a nagyon extrém körülmények között, amit mondtál te is, ugye felborulva az óceán közepén, hogy mit tudsz tenni magadért, és hogy ilyenkor az embernek mennyire benne van egyrészt így az élni akarás, másrészt az, hogy mennyire kristálytiszta, hogy mi a következő teendő, és ugye én is ezt éreztem, hogy akár a nevezzük most a daganatos betegséget, mint extrém egészségügyi körülményt, hogy kristálytiszták a célok, meggyógyulni. Ott mellette volt még úgymond nehezítő tényező a mérnöki képzésnek az elvégzése, de arra is, mint egy plusz kihívás tekintettem, plusz kihívás jelentett. És abszolút, amit mondtál, hogy én is azt érzem, hogy ha ezt tovább tudjuk adni, és másnak ez segítséget jelentett, ebből tud erőt meríteni, vagy csak látni azt, hogy tényleg ez nem egy lehetetlen dolog, akkor már úgymond értelmet nyer a történet, vagy azt érezhetjük, hogy megérte, hogy ezen mi túl lettünk, és ezáltal tudunk segíteni a másokon. Ugyanúgy, mint ahogy te is az Extrém című könyvedben, akarva akaratlanul, nyilván ez volt neked is a célod, hogy nagyon sok emberkének tud segíteni, akár ilyen élethez való hozzáállásban, vagy szemléletmódban, és nekem is egyébként hogy a betegség után azt hiszem, hogy már 2 év eltelt a gyógyulás után, mikor én ezt a könyvet megtaláltam a könyvesboltban, viszont akkor még korán sem voltam így lelkiekben sem rendben, és azokat a sorokat olvasva volt az, hogy egy ilyen, bennem is egy ilyen, kb. Egy ilyen mindshift volt, hogy miket, milyen értelmet nem adhatunk azoknak a történteknek, amikkel korábban csak harcoltunk, vagy dühösek voltunk miatta, és nem láttuk az értelmét. És most én is így kb. A könyvben ezt próbálom így, hogy ezt hivatott képviselni, vagy reprezentálni, hogy ezeket az értékeket hogyan lehet megélni, és így pozitívvá formálni, és továbbadni a többieknek, hogy ők is lehet, hogy ebből tudnak merítkezni. Igen. És egyébként az óceán átkeléseken kívül is még, amiket említettünk, volt itt déli sarkon expedíció, de ahol ez szintén egy gyerekkori álmod volt, hogy elérd a déli sarkot. Ott is gondolom, hogy egészen embertelen körülmények voltak, és ott is volt olyan eset, hogy már majdnem fel kellett adnod, mondjuk életveszélyes helyzetben voltál, vagy ez hogy zajlott? Hát ez a hajós utam után én azután nagyon voltam életveszélyes helyzetben. Most ezt így mondom így, hogy tudod, azért utána is voltak még hajózások, volt 2 elég nagy sarkvidéki expedíció, az egyik egy 600 kilométeres Grönland átkelés, a másik meg a 917 kilométeres déli sarknak az elérése. A mínusz 25, mínusz 30-ban a 60 km/h szembeszélben, amikor mindent húzol magad után egy szánon, egy szuper ingerszegény környezetben, tehát nyilván nem veszélytelen, de
de ezek simán kezelt. Tehát inkább azt mondom, hogy megvan egy csomó feladat, amihez fel kell készülni, meg kell oldani, aztán ennyi. Tehát én ott azért nagyon megtanultam, hogy bár annó a Kenus útnál, hogy van az életünk, és akkor ebbe a tartományba tudunk mozogni. És az, hogy milyen ívet ír le az életünk, azt tartjuk igaziból kézben, és közben megy az idő. Tehát minden nap, minden másodpercben telik. Tehát így, hogyha belegondolsz, még írtó sok év van előttünk. Ugyanakkor, ha belegondolsz, azért, hogyha most így vegyük 90 évet, akkor, és mondjuk nem tudom, itt tartunk, akkor, és a maradékot felosztjuk így napokra, egyetlen egy nap is egy nagyon komoly szelete az életünknek. Tehát matematikailag leírható adat, ami holnap már nincs, mert és utána már egyel kevesebb, és még egyel, és még egyel, és még egyel, és közben meg hetek úgy telnek el az ember életéből, meg akár évek, hogy néha se tudja, hogy mit csinált. És én tovább megyek, hogy akár egy óra is nagyon komoly szelete az ember életnek. Tehát azt, amit itt most mi beszélgetünk, tehát ez, érted, te rám szánod az idődet, én rád szánom, és ez elment, kész. Ennyivel kevesebb van hátra. Ez tuti biztos. És rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle, hogy kihozunk egyetem bármit belőle. És ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal nyomni kell a célokat, és semmivel nem foglalkozni, mert nem, mert aludni is kell, meg bulizni is kell, meg minden. De azzal tisztában kell lenni, hogy az élettartamon belül valami, mint a könyvnek az alcíme, hogy valami alkotást ki kell hoznunk az életünkbe szerintem. Tehát valami plusz jelentőséget, értelmet kell neki adni. És ez most nem az a lényeg, hogy a nevünk ne halljon velünk, hogy nem tudom, mit el kell közbeérni, csak így embernek kell lenni, és így, és ha valakinek az a kattanás, hogy a déli sarkra el kell jutnia, akkor tök jó, hogyha azon dolgozik, hogy nem csak a tévében nézi meg, hogy milyen az, meg hogy néz ki, hanem akkor elmegy oda. És nyilván mindenkinek más ez a, ami számára fontos. Ez lehet, hogy egy nagyon egzotikus, meg látványos dolog, amúgy meg egy brutális küzdelem volt, de mindenkinek a saját céljai a legfontosabbak, a legszebbek, arra teszi fel az életét, meg a legnehezebb is neki. De nagyon fontos, hogy szerintem az ember saját dolgok felé induljon el, mert ha saját magunknak választunk egy célt, hogy bár nem is a célnak az elérése a fontos, hanem az út, amin haladunk oda. Viszont hogyha a cél nem a miénk, akkor az út sem lesz a miénk. És hogyha a cél, mondjuk teszem azt, mondtad te célod, akkor az oda vezető út is, igaziból ami formálni fog téged, az is a tied, és akkor úgy tudsz hatni másokra, és úgy hatnak rád. És ugye bármilyen cél felé, ahogy haladunk, vannak nehézségek. Egy csomó mindenre fel tudunk készülni, mert végig gondoljuk előtte, hogy hol lesznek a problémák, felkészülünk rá. És nyilván lesz egy-két olyan probléma, amire gyakorlatilag nem tudunk felkészülni. Viszont hogyha milyenk a cél, akkor a problémát, a feladatot, a krízist, azt egy megoldandó feladatnak fogjuk nézni mindig, mert ezt kell megoldani, hogy tovább tudjak menni. És ebből a nézőpontból mindig megoldjuk. Ha viszont az ember csak úgy sodródik, úgy halad valamerre, de azt se tudja, hogy miért pont arra, mert valaki talán mondta, vagy egy tévéreklámból, akkor ugyanúgy, ahogy jön egy probléma, azzal nem, annak nem fog neki feszülni, mert tudja jó, hogy a cél se az övé, akkor most mit küzdjön egy nagy problémával, inkább elindul abba az irányba. De ugyanúgy, ha nincsen konkrét cél, akkor ugyanígy problémával találkozik, ugyanígy nem oldja meg, és akkor előbb-utóbb nem megy sehova, és akkor ennek van a haladó verziója, amikor amúgy teljesen jó szándékból valaki ül a sarokba, és azt mondja, hogy te elindulsz a, nem tudom, a nagy céljait fel, és azt mondom, hogy figyelj, Bertan, ne csináld, hát nekem se jött össze, és a mai világban is pont neked, és ezzel a, nem tudom, én szemszínnel, és amúgy is, tehát érted, ebbe az országban, meg mindent ezen a klímán, meg most mondhatnám testalakkal, meg tudod, genetika, meg mit tudom, meg ilyen szülőkkel, vagy ilyen iskolával, és akkor tudod, végtelen a kifogás, hogy mire tudjuk kenni. És onnantól már akár simán átadhatok, mit tudom én, 2% kételyt neked, és ami kritikus helyzetben azt fogod mondani, a fene vigyelje, megmondta a Gábor, hogy ez nem biztos össze fog jönni, és abban a pillanatban nem fókuszáltan megoldod a problémát, hanem alá rendelve leszel a problémának, és már is onnan megoldhatatlan. Tehát ezek egy ilyen nagyon finom dolgok, és az embernek magának ezt fel kell építeni, meg tudatába kell lenni, hogy milyen szinten hatunk a környezetünkre, meg az is ránk.
és nagyon-nagyon-nagyon észnél kell lenni, mert könnyű lecsúszni erről a kvázi útról, meg könnyű olyan problémákkal küzdeni, amivel nem is kellene. Igen, igen, egyébként itt teljesen most, ahogy ezeket mesélted, így nagyon-nagyon beleéltem magam akár abba, hogy amikor elindulsz mondjuk a kontinens széléről elérni a déli sarkot, hogy az az út, amit ott megteszel, vagy az óceán átkeléskor az egyik partról a másik partra, hogy így nagyon tisztán látod magad előtt a célt, és bármilyen nehezítő körülmény jön, tudod, hogy azt meg fogod oldani. És most így a párhuzam mondjuk az én történetem között, amikor gyerekkori álmom volt egy mérnöki diploma. És ott volt előttem a cél, tudtam, hogy mondjuk 10-néhány évig tart azt elérni, és közben ugye a nehezítő körülmények, mondjuk egy rossz indult útdaganat, műtét, kemoterápiás kezelés, de hogy ezek mind ilyen, mint nem tudom, ilyen oldalról jövő kis behatások, amik így úgymond lepattantak rólam, és kőkeményen tisztán haladtam előre a célom felé, és utána még jött olyan is, ugye, hogy mint tudom én, a képzés, vagy a diploma szempontjából egy kulcsfontosságú vizsgának az abszolválása előtt egy olyan műtét, amiről nem lehetett volna nagyon kimenni, hanem a kórházba kellett volna lennem, és akkor ott is ezt nem mint egy probléma, hogy akkor most ezt feladom, hogy akkor jó, ezt a diplomát tényleg el kell engedni, mert úgy látom, hogy minden, még az élet is azt akarja, hogy ezt ne szerezzem meg. És azt is így, azon is sikerült ugye átlendülni, és utána elértem a célt, ami egyébként utólag most már látom, hogy csak egy ilyen kis mérföldkőként tekintek rá, mert hogy azóta már találtam egy magamnál, vagy az önös érdekeimnél túlmutató célt is. És abszolút így a te történeteidben is azt éreztem, hogy akár amikor itt az előadásaid során, vagy ahogy ezeket meséled, és amilyen átéléssel, vagy a belső indítatásodról mesélsz, hogy ezt nem azért csinálod, mert mondjuk valakinek be akartad bizonyítani, hanem mondjuk saját magadnak bebizonyítani, meg tényleg az, hogy így mennyire határtalan így egyrészt az emberi akaraterő, vagy élni akarásnak az ösztöne, vagy a célkitűzéseknek a megvalósítása során, hogy mennyi minden energiát nem tudunk összpontosítani.